80%-kal csökkent a spanyol olívaolaj exportja az Egyesült Államokba, mióta Donald Trump 25%-os vámot vetett ki rá, megtorolva ezzel az Airbusnak nyújtott uniós támogatásokat. Joe Biden érkezése a Fehérházban nem hozott változást, a tarifák továbbra is érvényesek. A Garcia de la Cruz testvérek csúcsminőségű termékei tartják magukat, mivel nem árérzékenyek, de megfizethetőbb termékeik nem kellendőek. A vám bevezetése minden terjeszkedési tervünket leállította. Bízunk abban, hogy ha megszüntetik ezeket, akkor újra képesek leszünk elérni a korábbi célkitűzéseket. Erre egy ideig várnunk kell, mert az elmúlt időszakban rengeteg pénzt költöttünk az amerikai jelenlétre, mondja a cégvezető. Az óriási beruházások, amelyek elősegítették a spanyol olívaolaj piacvezetővé válását, kárba vesztek. A mennyiség korábban 6-8 ezer tonna között alakult, majd 700-ra csökkent. A közvetlen export és az USA-ba szállító európai cégek megrendeléseinek kiesése miatt 4 milliárd euró a veszteség, mondja egy iparági vezető. Mindez annak ellenére történt, hogy az Egyesült Államok 19%-kal több olívaolajat importált 2020-ban, mint 2019-ben. A veszteség kompenzálására sok spanyol exportőr palackozással és a Tunéziából vagy Portugáliából származó olaj kereskedelmével kerülte meg a vámot. Ha nem változik a helyzet, a feldolgozóipar máshová költözik, ami a termelőket hozza nehéz helyzetbe, a megélhetésük kerül veszélybe. A folyamat több ezer munkahelyet veszélyeztet Spanyolországban, mondja egy iparági illetékes. Az olajbogyó ágazat kétségbejtő helyzete megköveteli, hogy folytatódjanak az Európai Unió és Joe Biden új adminisztrációja közötti diplomáciai tárgyalások. A termelők azt kérik, hogy mielőbb vessenek véget a vám kötelezettségnek, hiszen nincs sok közük az Airbus kapcsán kirobbant konfliktushoz. Juan Carlos de Santos desde Madrid, José Toledo, para Euronews.